amiket kiemeltem, azzal tudna foglalkozni, megoldás lenne a technológia, az internet rá. A fosszilis energiákat bizony le lehetne cserélni. Erről nagyon sokan hallottatok, nagyon sokan papoltak már nektek róla, hogy jaj, a vízenergia, a napenergia, így meg úgy. Ez igaz, de mindig van vele probléma. Nemrégen rájöttek egy olyan technológiára, ami végtelen energiát biztosítna az embereknek. Most ez persze furcsán hangzik. Ezt az energiát úgy hívják, hogy geotermikus energia. Ez tulajdonképpen arról szól, hogy ledugnak egy csövet a földbe, és ugye a föld hőjéből készíti magának az energiát. Hát ez nyilván nem fog kifogyni, amíg mi el nem tűnünk innen, vagy a föld el nem tűnik. De emellett még ott vannak a szélerőművek, a vízerőmű, a napenergia, az áramlási energia, és ugyebár, amit most mondtam, a geotermikus energia. Az emberiség egy évben 0,2 petajoule energiát használ el jelenleg, ez borzasztóan sok energia, és egyetlen egy nap alatt a nap 4000 petajoule energiát lövel a föld felé minden egyes nap. És az emberiség 0,2-t használ el ebből. Úgy, hogy nem a napenergiát használja fel, hanem égeti el a saját hülyeségeit és szennyezi a környezetet. Ezen érdemes elgondolkodni. Hát itt van a geotermikus energia, ugye ezt elmagyaráztam az előbb. Na, eszközök térhódítás, ez már az utolsó témakör lenne. Itt látható egy fénykép, ugye a legelső grafikus, már fejlett, úgymond fejlett Windowsról, ez volt a Windows 3.1-es. Ebben már képesek voltunk szöveget szerkeszteni, meg minden egyéb, akár még rajzolni is lehetett benne, és nyomtatni is. Aztán ugye látni, ahogyan fejlődött a felhasználói felület, itt már a Windows Millenniumot láthatjuk, ekkor kezdtem el én is számítógépet használni egyébként. Ezt már ilyen, ilyesmi felülettel szerintem ti már találkoztatok kisebb korotokban. Aztán ugye a jó öreg Windows XP, melyet jelenleg is használunk. 2001-ben készült el ez az operációs rendszer, és mondhatni sajnos 10 évvel utána is még mindig ugyanezt használjuk a legtöbb helyen. Talán a piacnak a 60-70%-át a Windows XP foglalja el, olyan 20%-ot a Windows 7 és a további a Macintosh és a Linux. Itt pedig látható a Windows 7 a legújabb operációs rendszer, melyet a Microsoft adott ki. Hát ezen már látszik, hogy letisztult felülettel van dolgunk, kihasználja a törmagos számítógépek előnyeit is. Itt pedig a Macintosh láthatjuk. Ő ugye a Microsoftéknak a nagyon nagy riválisa. Én nem tudom, én személy szerint nem nagyon szeretem, mert amit egy Windows-zal meg tudok csinálni, ezt egy Macintosh-sal is képes vagyok. Ezért többszörös árat viszont ők elkérnek, bár úgy értesültem, hogy a minőség viszont jobb. Tehát én még állítólag még nem láttak Macintosh-t különösebben lefagyni. Érdekes ez is. Na, mobileszközök. Láthattok egy tablet PC-t. Nem tudom, hogy találkoztatok-e már ilyesmivel. Ez egy érintőképernyős kis, hát hogy mondjam, kinagyított telefon, hogy úgy fogalmazzak. Képes az internetre felmenni, akármire tényleg. Tudunk vele szöveget szerkeszteni, játszani. Arra képes, amire egy telefonotok, vagy a számítógépetek, csak ez már egy ilyen 10 incses, tehát így a öletekbe be tudjátok csapni, és akármikor a buszon el tudjátok érni. És nem hülyeség egy ilyet használni, mert ugyebár gondolom mindannyian tapasztaltuk azt, hogy az Agriabonán is például már minden buszán wifi kapcsolatot biztosít. Így ki tudjátok használni az ilyen eszközöknek a lehetőségeit. Pedig láthattok egy iPhone-t és egy Android alapú telefont, egy HTC Desire HD-t. Hát ugye már nagyon nagy a rivalizálás most a gyártók között. Az iPhone-ban annyi a különbség, hogy kicsit jobb, talán mondhatnám azt, hogy az iPhone 4 és ez egy kicsit erősebb, de viszont van olyan, ami olyan verziója, ami 280 ezer forintba kerül. Most ki az, aki 280 ezer forintot kiad egy telefonra? Az azért sok. Mellette pedig egy ugyanolyan képességgel rendelkező telefont láthatunk, sőt, talán még jobb is, nagyobb kijelzővel rendelkezik, ugyanaz pedig 100-120 ezer forintba kerül. Annyiban különbözik, hogy rajta Android operációs rendszer fut, ami egy ilyen nyílt forráskódú, teljesen ingyenes operációs rendszer volna. Sziasztok! Na, hát nagyjából ennyi lett volna, bárkinek bármi kérdése van, szívesen válaszolok rá. Jó, hát akkor köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm, hogy eljöttetek, sziasztok!